meleg cipője. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűhöz fához, szalad a vargához, fűzfa hegyen lakó, varjú varga párhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagy uraknak varja, darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, 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 nem ilyen a kárki fiának, daru is, gólya is, a bölömbika is. Útra kelt azóta a búgos banka is, csak a cinegének szomorú az ének, nincsen cipőcskéje május eszegének. Keresik, kutatja, repül gajról gajra, kis cipőt, egyet csak azt hajtja. Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága tájegységvezetőjének természetfotóiból készült kiállítás alkalmából. Már itt az elején a rendezvényre hangolódásban segített nekünk Habarics Máté, a Móra Ferenc a Cinege cipője című kedves kis versének tornácsolásában. Köszönjük szépen, nagyon ügyes voltál! Mi pedig folytassuk tovább, szőjük tovább a természet szépségének és csodájának lepnét a falon látható képek, fotókon keresztül. Felkérem Kónya József, nyugalmazott református lelkész természetvédőt, hogy ossza meg velünk gondolatait erről a kiállításról, majd adja át a képeket megtekintésre a közönségnek. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, kedves kollégák! Az eleje egy kicsit személyes lesz. 1968. november 1-én reggel egy vékony pénzű fiatal ember szállt le a vonatról Fehérgyarmaton. Sötét öltöny, kék szerény táska, és az akkor még létező helyi járat vezetője, nem tudom, hogy van-e még, aki emlékszik, Balogh Károly, szívélyesen köszöntötte a fiatal embert. Isten hozta, tiszteletes úr! Ez voltam én. A mainál 20 kilóval könnyebb, és büntetésből jöttem. És akkor még úgy voltam ezzel a helyzettel, hogy azt az egy évet kibírom, ha fát vágnak is a hátamon. Így lett ebből a kis időből már több mint 50 esztendő. Zsarolyáni lelkészként egy gyöngybagoly köpet terelte a figyelmemet a természet világára. Jól lehet, korábban favágó voltam érettségi után egy évig, Geszt, Vátyom pusztán. Tehát nem volt idegen számomra a természet, és aztán menet közben döbbentem rá, hogy bizony idegen volt. Nagyon-nagyon sokat kellett még tanulnom. A szatmárberegi tájvédelmi körzet megszervezése már teljesen tudatosan végzett feladat volt a számomra. Igaz, először mások biztatására, majd néhány segítséggel kezdtem el a szervezést, amiben nagy hátrányt jelentett, hogy egyházi ember voltam. Ez a sztereotíp kérdés nagyon sokszor elhangzott, mit akar itt ez a pap. Azért sikerült. Igaz az is, hogy többet szerettem volna, határokon átnyúló nemzeti parkot, de Budapestről nézve az ország széle nem olyan fontos térség. Meg hát kelet felé terjeszkedni, ugyan már. Az, hogy a területek nem választhatók el egy térképre rajzolt vonallal, senkit nem érdekelt. Meg hát a fővárostól valóban messze esünk. Amikor kényszerű körülmények miatt a tájvédelmi körzet munkáját általános természetvédelmi ismeretterjesztő munkával kellett felcserélnem, nagyon sokat gondoltam arra, vajon ki lehet majd az utódom.
lesz-e olyan szívügye a tájvédelmi körzet, mint nekem volt, és maradt is a mai napig. Milyen jó, hogy a nemzedéknyi korkülönbség ellenére is felelős, hozzáértő és lelkes vezetője van a Szatmár-Beregi tájvédelmi körzetnek, és vigyázó munkatársi közösségének. Hatósági, és így elkerülhetetlenül irodai munkát is kell végeznie, de ismerni is kell a védett területeket, azoknak minden apró részletét, védeni való értékeit. Így könnyebb megörökíteni is azokat. A tények rögzítése nélkül nincs bemutatás. Az értékek láttatása nélkül nincs megismerés. És ha nem tudják az emberek, mi az az érték, mit kellene védeniük, hogyan tudnának segíteni a természetvédőknek. Az előbb mondtam el valakinek egy példát, Budapestről egy filmrendező, kedves barátom érkezett a párjával, lerajzoltam nekik a térképet, hogy a fülesdi erdőben hova kell nekik menni, ha a kockás liliomot szeretnének látni. Találkoztak egy 50 körüli fülesdi emberrel az erdőben, térképet fordítva tartották, tehát nem találták meg a kockás liliomot, de ez az ember megmondta nekik, hogy vagy egy rossz indulatú ember volt, aki becsapta őket ezzel a térképpel, vagy bolond lehet, mert ő tudja, hát már 50 éve itt él, hogy ilyen növény a fülesdi erdőben nincs. Mit akartam ezzel mondani? Az, hogy igenis szükség van arra, hogy mindent elé adjunk azoknak, akik itt élnek. Mert itt élnek ugyan, de nem tudják pontosan, mi minden veszi őket körbe. Ezért jó, ha Habarics Béla, a tájvédelmi körzet vezetője, nem csak az önvédelmi fegyverét viszi magával hajnalonta, hanem a fényképezőgépét is. És ha arra gondolok, hogy egy harmonika kihúzatos Folklander 6x9-es gép volt a tulajdonomban, amikor 50 évvel ezelőtt Fehérgyarmatra megérkeztem, és most hol tart a fényképezés technikája, akkor csak ámulunk, és nem tartjuk véletlennek, hogy Habarics Béla ezeket a csodálatos felvételeket el tudta készíteni. Az itt kiállított fényképek nem csak tényeket közölnek, hanem a fényképező ember különleges látásmódját, lelki hozzáállását. Egy öreg fa látványa nem a tömegében rejlő fűtő energiát idézi fel elsősorban, hanem az általa megélt esetleg 100 éveken. Egy hajnali derengésben megörökített tájrészlet nem csak a maga szépségét, hanem azt is jelenti, hogy aki megörökítette, annak bizony hajnalban ott kellett lennie a helyszínen. Észre kellett vegye a pillanatot, amikor meg kellett nyomnia a felvétel elkészítéséhez szükséges gombot. Az áradásról, jégzajlásról, a kérészek rajzásáról mi többnyire csak a televízióból értesülünk, a terület gazdája viszont ott kell legyen, ahol a különleges dolgok történnek. És a fényképezőgép is ott van vele, az nagy szerencse. És nem csak a fotósé, hanem a mi szerencsénk is, bár nem voltunk ott, mégis részesei lehetünk a felvételek által elnyerhető szépségeknek,
gyönyörűségeknek. A szerzővel sem munka, sem semmilyen alá vagy felé rendeltségi viszonyban nem vagyunk. Pusztán a nemzedéknyi különbséget is semmivé tevő szakmai barátság köt össze bennünket. Számomra meghatóan megtisztelő, hogy engem kért fel néhány megnyitó gondolat elmondására. Kívánom, hogy sikeresen vezesse a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei természetvédelmet, a Szatmár-Beregi tájvédelmi körzetet, és készítsen még nagyon sok jó, bennünket gyönyörködtető felvételt a területéről, nem csak a mindenki által látható dolgokról, hanem a titkokról is, hogy a következő vagy elkövetkező néhány kiállításon ezekben a titkokban is részesülhessünk. Jó egészséget kívánok! Nagyon szépen köszönöm ezeket a igazán szívhez szóló szavakat, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien megjelentek ezen a kiállításon, nagyon sokat jelent számomra. Egy kicsit meg is rémültem, mert mikor felrakom a közösségi médiára a fotókat, akkor látom, hogy sokan kedvelik, de nem húsvér emberek, hanem csak lájkokat látok, és így meg, hogy embereket látok magam körül, akik azért jöttek el, hogy megnézzék a fotókat, meghallgassanak engem, ez nagyon megtisztelő és nagyon megható. Tovább folytatnám a köszöntést, illetve a köszönet nyilvánítást. Legelőször is fiamnak szeretném megköszönni ezt a meglepetést, mert én eddig nem tudtam róla, hogy ilyen merénylet készül ellen. Nagyon szép volt a vers is. Abban a versben szereplő fajok, azok nagy része az én fotóalanyaim közül kerülnek ki. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a felkészítő tanárának, feleségemnek, Cidinek, aki nem csak felkészítette a fiamat, hanem a fotózásban, ebben a hobbimban is nagyon sokat segít, ugyanis hát ez egy érdekes hobbi. És annak érdekében, hogy ez jó menjen, ahhoz kell egy támogatás, egy háttér, egy kritikai észrevétel, egy olyan gondolatvilág, amit meg tudok osztani a társammal, így egyre hatékonyabb és egyre jobb, és egyre inkább olyan képek készülnek, amik remélem, hogy mindenkinek tetszenek és elérik a céljukat. Nagyon szépen köszönöm barátomnak, és mondhatom azt, hogy volt kollégámnak, Kónya Józsefnek, aki itt a térségben, ahogy hallottuk is, kitaposta a természetvédelem ösvényeit. Ezeket az ösvényeket nekünk már csak karban kell tartani. Remélem, hogy jó irányba megyünk, jól gondozzuk azokat az ösvényeket, azokat az elgondolásokat, elképzeléseket, amelyeket tulajdonképpen ők fogalmaztak meg, a nagy öregek, bár ő még fiatal ember, de nagyon sokat tett azért, hogy itt Szatmár-Beregben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a természeti értékek nem csak megismertetésre kerüljenek, hanem hogy hosszú távú megóvásuk, megőrzésük az biztosított legyen. Köszönöm szépen! És én is sokszor megkaptam, hogy már megint még, vagy az, hogy most jössz hazafelé. És akkor későbbiekben pedig az, hogy nem mész? Nagyon szépen köszönöm a Spanyolai önkormányzatnak, Muhari Zoltán polgármester úrnak, Pótor Melindának, akik nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatták ennek a kiállításnak a létrejöttét, ami egy vándor kiállítás, harmadik helyszínen jelenik meg itt, és remélem, hogy még sok helyen lehet látni ezzel népszerűsítve, nem engem, hanem elsősorban Szatmár-Bereg községét, azokat a természeti értékeket, amelyekben itt bővelkedünk. Köszönöm szépen Kósa Mónikának a meghívást, Művelődési Ház munkatársainak a szervezésben, a kiállításban nyújtott segítséget. És mi végre is van ez? Nem akarom húzni hosszan az időt, nem kell megijedni, úgy gondoltam, hogy másfél órában össze tudom foglalni az artpolitikámat. Igazából
Én egy tanárember lennék, végzettségemet tekintve, bár intézményi keretek között sosem gyakoroltam ezt a nemes hivatást. Mégis azért munkám során mindig is fontosnak tartottam a környezeti nevelés ügyét, a szemléletformálást, az értékek megismertetését, sőt, vallom azt, hogy csak így lehet hatékonyan jó végezni a mi munkánkat. Ezek a képek 2016 óta készülnek ilyen formában. Akkor készítettem az első olyan képem, aminek az volt a címe, hogy Generációk, akkor mikor azt felraktam, nagyon sok embernek pozitív visszajelzés volt felém, és tetszett a kép, és gondolatokat indított el az emberekbe, és ez tovább gondolásra sarkalt. Úgy gondoltam, hogy talán érdemes használni a közösségi médiát arra, hogy megmutassuk azokat az értékeket, amit itt Szatmár-Berekben magunk körül láthatunk. Én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki itt korábban volt, ez jóval korábban, aki azt mondta, hogy hát itt nincs semmi. Itt nincsenek értékek, itt gyakorlatilag nem tudunk semmit bemutatni. És olyan csoda az, hogy egy ilyen térségben élünk, az Alföld peremén, Kárpátok lábainál, ahol az alföldi hegyeink itt vannak. Most jó, hát a Tarpai nagyhegy, ami nem sokkal nagyobb, mint egy homokbucka nyírségbe, de vulkanikus eredetű hegy. Olyan hegy, ami gyakorlatilag 15 millió évvel ezelőtt működött és vulkánt lövelt, és meg lehet nézni ott a helyszínen a lávaömlést, meg lehet nézni a Tétis-tengernek hogy nyaldosta a hegynek a lábát. Tehát ez óriási csoda, rögtön időutazás részesei lehetünk, ha oda megyünk, vagy megnézzük a beregi lápokat, jégkorszakból maradt fajokat. Tehát ezek mind olyan értékek, és csak néhányat soroltam most fel, amire méltán lehetünk büszkék. És ezek a képek, ezek a bemutató egységek, gondolatok azt szolgálják, hogy elsősorban az itt élő emberek ismerik meg a körülöttük lévő változatosságot, sokféleséget, ami azért kuriózum, azért egyedi, mert gyakorlatilag nem csak Szatmár-Berekben ritka, hanem Magyarországon is ritka, és az Európai Unióban is ritka. Van olyan fajunk, ami csak itt él az Európai Unión belül, és nem is tudjuk, ahogy az előbb hallottuk, sok esetben adott településen élő ember nem tudja, nem ismeri azokat az értékeket, ami ott körülötte van. És Szatmár-Berek ugye nem csak természeti értékekben bővelkedik, hanem kultúrtörténeti és egyéb értékekben is olyan felhozatal tud mutatni, amit Magyarország más tájai nem. Én ezt vallom, és nem érdekelnek a tények. Én szatmár-beregi vagyok, tehát ez a világ közepe. És ezek a képek azt szolgálják, hogy minél többen megismerjék, helyiek is, ismerjék meg távolabbról, megtekintő vagy távolabb élő emberek is ezeket a gyönyörűségeket, és hogyha azt szokták mondani, hogyha valamit megismerünk és megszeretünk, akkor azt tudjuk magunkénak érezni, ha magunkénak érezzük, akkor viszont védjük, óvjuk és gondoskodunk róla. Kvázi ez gyakorlatilag az én munkámnak a csökkentését szolgáló projekt, mert hogyha az emberek védik a természeti értékeket, akkor én otthonról láblógatva nézem majd, hogy hogyan gyarapszik a vidékünk, és nem kell semmi más tennem, csak néha végig autóznom Szatmár-Beregen. Köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmet, és én annyit ígérhetek csak, hogy továbbra is sokat fogok hajnalban, sárban, hidegben, fagyban menni, és hozom a képeket, és remélem, hogy továbbra is érdeklődéssel figyelik majd azokat. Köszönöm szépen! Thank you.